Két új elemmel, egy hintával és egy homokozóval bővült a víztorony melletti játszótér. A közel 1 millió forintos önkormányzati beruházás eredményeként telepített új játékokat már birtokba vehették a gyerekek. A részletekről Rácné Fekete Ilona önkormányzati képviselőt kérdeztük. Ez a játszótér, ami itt a keleti város részen van, ez egy nagyon közkedvelt játszótér. Ugye néhány évvel ezelőtt már elkészültek a modern elemek, és itt azért ebben a fás környezetben azért láttuk és tapasztaltuk, hogy sok család szívesen hozza ide a gyerekeket, illetve a sportpálya mellett is. Így a város saját erőből, tehát önkormányzati saját forrásból bővítette tovább képviselői, se a saját kezdeményezésemre ezt a játszóteret. Nagyon szükségét láttuk, vagy fontosnak láttuk azt, hogy egy homokozó legyen, ami egyébként most már ugye itt funkcióba is lépett, illetve egy hinta, amiben ugye kétféle hinta is található, és ugye minden korosztály jár ide, az egészen kicsikéktől a nagyobbakig, és hát ki milyen korához illő vagy szükségszerű párosítható elemet használ, és én azt gondolom, hogy ezzel a két elemmel most az egészen kicsiknek kedveztünk inkább, hiszen sem a homokozót, sem a hintát véletlenül nem a tizenévesek fogják használni, akiknek ez egy közkedvelt közösségi tér, hála a jó Istennek. Úgyhogy ez a két elem van most itt, amit az önkormányzat közel 1 millió forint saját forrásból valósított meg, és már most itt használatba lehet venni, tehát már most itt látszik is egyébként a környezetében, hogy már most használják is az idejárók. Rácné Fekete Ilona elmondta, a víztorony melletti, korábban kis erdőként ismert terület néhány éve a játszótér telepítésével nyerte el valódi funkcióját a gyerekek, családok örömére. Az a játszótér egyébként azért is közkedvelt, én azt gondolom, és azért is jó, hogy itt sikerül ezt a részt fejleszteni, vagy sikerült, mert ugye itt a kerékpárútnak a megépítésével, ami ugye itt egy 5 évvel ezelőtt készült el, és a parkolóknak a kiépítésével, ami ugye itt a játszótér előtt, illetve a sportpálya előtt is van, ezzel azért valóban nagyon jól megközelíthetővé vált, tehát kerékpárra bárki el tud jönni, illetve le tud parkolni könnyen. Azért van sok olyan játszótér a városban, ahol valamelyik része hiányzik ennek a dolognak, itt egyébként ez tényleg nagyon jó helyen van, illetve hát azért a vasútállomásról is, aki jön itt, azért ez egy forgalmas rész a Rákóczi utcai terület. Szerintem nagy előny az, hogy itt a kiserdő, a régi nevén kiserdő környékén itt vagyunk. Azt is sokan tudják, akik nem mostanában születtek, hogy itt azért egy elhanyagolt területről volt szó, és bár volt itt kresszpálya, és sok minden volt itt próbálkozás, hogy mi legyen. Igazából azt gondolom, hogy a funkcióját akkor találta meg ez a terület, vagy ez a közösségi tér, amikor ezek a játszótéri elemek egy pályázatból ide lettek néhány évvel ezelőtt letelepítve és létesítve, és hát persze azért sokszor sokan mondják, hogy lehetne gondozottabb, lehetne rendezettebb, de hát van a városban nagyon sok játszótér, nagyon sok közterület, amit kezelni kell, és még mindig azt mondom, hogy most azért mégis lehet itt sokan, le lehet ülni, vannak padok, van szeméttároló, tehát hogy minden olyan dolog van, ami szükséges. Nyilván lehetne még, vannak kandelláberek, tehát amik világítanak is, amit lehetne, hogy legyen egy vízelérhetőség, vagy sok minden mást is lehetne, de hát ez a város több pontján is fenn álló történet vagy probléma, de én azt gondolom és abban bízok, hogy ha most is figyelem volt erre a játszótérre és szánt rá az önkormányzat 1 millió forintot, akkor ez a jövőben is így lesz, és helyén fogják kezelni. A játszótér családi rendezvényeknek is helyszínt ad majd a jövőben, mondta el a képviselő. Terve van egyébként véve, még hogy a következő néhány hétben, ugye korábban is volt már itt rendezvény, én vallom azt mindig, hogy ha vannak játszótereink, vannak közösségi tereink, akkor azokat használjuk más funkciókra is, akár vagy bővítsük ki a lehetőséget, ami itt van, és mi már hoztunk ide többször is rendezvényt, ha emlékeznek rá a püspökadányiak, és most augusztus végén, szeptember elején is tervezünk egy családi délutánt, amit rövidesen közzé fogunk tenni, hiszen azt gondolom, hogy ha megvan hirdetve egy délután, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, lufit hajtogathatnak, akkor az egy valóban olyan funkció, meg egy olyan elem, ami igazából azt a célt szolgálja, amire ez a játszótér, ez az egész park, sportpark létesült. Ahhoz, hogy ez a két játszótéri elem egyébként megvalósulhatott, ugye az önkormányzat biztosította a forrást, de azért ne felejtkezzünk el arról, hogy kell egy apparátus, aki ennek a kivitelezésében dolgozik mindig. Úgyhogy én szeretném megköszönni a Városgazdálkodás és a Városfejlesztési Iroda munkatársainak azt, hogy a beszerzési eljárást, a megrendeléseket és a letelepítést elvégezték és koordinálták. Úgyhogy köszönöm szépen nekik, és hát a püspökarányoknak pedig azt kívánom, és a családoknak, hogy használják egészséggel és használják nagyon sokat, és vigyázzanak rá.